Budapesten a délutáni órákban a Hősök terén és környékén több százezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa Orbán Viktor magyar miniszterelnök alkalmi beszédét a Szabadság napja elnevezésű állami rendezvényen. Szép dolog, hogy ilyen sokan jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 56-osok emléke előtt. Önök is tudják, én is tudom, hogy nem csupán a tisztelet és az emlékezés hozott össze bennünket a mai napon. Azért jöttünk ide, mert azt is tudni akarjuk, hogy mi lesz. És mit kell tenni azért, hogy az legyen, amit szeretnénk. Nincs okunk kapkodni, de lassan és biztosan be kell indítanunk a gépezetünket, hadrendbe kell állítani csapatainkat, éppen úgy, ahogyan 2010-ben tettük. Készülődjetek! Most befejezhetjük azt, amit 56-ban elkezdtünk. A miniszterelnök beszédét megelőzően délután két tömeges felvonulást tartottak Budapesten. Az egyik az Orbán politikát támogatók rendezvénye volt, a Békemenet. Velük párhuzamosan az idén első részben együttesen vonult fel az ellenzék is. Ők a Budapesti Műegyetem előtt tartották meg később a Szabadság összeköt címmel nagy gyűlésüket. Ezen felszólaltak Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházi Attila is. Beszédük a 2014-es választások előkampányaként hangzott. A mai rendezvények beleértve az ellenzékiek és a hatalmi párt felvonulását is incidensek nélkül folytak le.